Sziasztok, Roland vagyok, és üdvözöllek titeket az Erdélyi Hang YouTube csatornáján. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy megéri-e újra csomagolt, azaz reszigilált terméket venni az Emagról. Én egy Honor márkájú wireless-es fülhallgatót rendeltem, és arra vagyok kíváncsi, hogy milyen állapotban lesz. Direkt nem is bontottam ki, hogy egyszerre tudjuk megnézni a dobozzát, hogy milyen állapotban van, és hogy a maga a fülhallgató milyen állapotban van. Előjáróban még azt szeretném elmondani, hogy a videót sem az Emag, sem a Honor nem támogatta. A lényeget elmondtam, bontsuk ki. Azt elfelejtettem mondani, hogy a fülhallgatóról most tesztvideó nem lesz. A videónak a leírásába beteszek egy linket, és ott megnézhetitek, hogy ez a fülhallgató ennyi pénzért pontosan mit is tud. Tehát így néz ki a dobozza, többnyire épp, itt van egy felirat, hogy ez egy újra csomagolt termék, és hogy pontosan mi is ez itt még. Bontsuk ki jobban! Papírja, és maga a fülhallgató, benne a poccokkal. Előre megjártam, mert innen hiányoztak is, azt hittem nem is lesz benne, de ide van berakva. És ha ezt kivesszük, akkor benne van a töltőkábelje, egy Type-C-s. Úgy nézem, rendben van. És ilyen csere bigyuszok a fülhallgatóhoz. Ahogy nézem, a fülhallgató háza épp. A hátulján és a tetején van némi karc, de amúgy teljesen rendben van. Több mint egy óra telt el azóta, hogy kicsomagoltam a dobozzából, és nem sikerült elindítani. Nem kapcsolódik a telefonomhoz, nem töltődik, kinyitom, néha piros lett, kigyullad máskor, mint most például. Nem, az előbb még az is működött. Megpróbáltam a gyári beállításokat, ahogy a használati útmutatóba ajánlják, azzal se történt semmi. Tehát egyáltalán nem működik. Szerintem egy nagyon jó válasz arra, hogy megéri-e, hogy újra csomagolt termékeket vegyünk az Emagról vagy bárhonnan. Úgyhogy most küldhetem vissza. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, írjatok kommentet, lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel az Erdélyi Hang YouTube csatornájára. Sziasztok!